Köszöntöm a nézőket! Szeptember 26-án választott Németország. Az összesített szavazatok alapján a legjobb eredményt ért el az SPD, a szociáldemokraták pártja lesz a legerősebb a Bundestagban. A 2005 óta kormányzó CDU-CSU pártszövetség elég gyengén teljesített, a zöldek viszont eddigi legjobb eredményüket érték el a választáson. A Matthias Corvinus kollégium rendezvényén Mark Michael Blum, az intézmény vendégoktatója beszélt a választásról, az eredményekről és arról, hogy mi lesz Németország országban a továbbiakban. Erre kalauzoljuk el önöket, tartsanak velünk! Mit gondol, a parlamenti választás miért volt olyan fontos Németország számára, és mi vezetett ahhoz, hogy ilyen eredménye lett? Szeretném önöket köszönteni, külön köszönöm a szervezést, az alpolgármester úrnak pedig a jelenlétet. Köszönöm, hogy itt lehetek Székesfehérváron. Valóban hihetetlen a választás eredménye, erősek a liberálisok, erősek a zöldek, és megtizedelődött a baloldal. Az is különlegesség, hogy a kancellár saját magától lép vissza. Ez ugye szokatlan. A szokás az volt, hogy leváltották, vagy pedig felmentették bizalmatlansági szavazással. De hogy 16 év után Merkel asszony azt mondja, hogy nem szeretne többé kancellár lenni, mert neki ez már kimerítő munka, ez tényleg egy különlegesség. Az eredmény azt is mutatja, hogy a klasszikus pártok válságban vannak, de a válság nem tegnap kezdődött. Nagyon izgalmas az a kérdés is, hogy ez hogy lehet. Ez megváltoztathatatlan. Két nagy párt nagyon szorosan voltak, az uniós pártok ugye veszteséget szenvedtek. Beszélhetünk arról, hogy vajon a jelölt megfelelő volt-e. A program, a kampány megfelelő volt-e. Van-e lehetősége annak, hogy esetleg a kormányt fogják ők adni? Három párt koalíciójára van szükség, ez biztos. Nagy koalíció is lehetséges, de ennek a valószínűsége kevés. Három párt lesz a kormányban, a zöldek és a liberálisok lesznek benne, és nekik kell megállapodniuk, két lehetséges partnerük van. Nagyon erős a tárgyalási pozíciójuk. A zöldek már találkoztak is, hogy átbeszéljék, hogyan lehetne együttműködni. Mi a helyzet a bal párttal? Azt olvastam a sajtóban, hogy nem lesznek benne a koalícióban, de bekerültek a parlamentbe. Hogy történhetett meg ez, hogy nem érték el a szintet, és mégis bekerültek? És részt vehetnek egy esetleges koalícióban? Nem mondták, hogy nem lépnének koalícióba a bal párttal. Az Unió jogosan fenyegetett ezzel, hogy ez esetleg megvalósulhat. Tehát nem feltétlenül akarták ezt, de nem zárták ki. A bal párt három közvetlen mandátumot, ha tud szerezni, akkor hiába nincs meg az 5%, akkor ha szerez egyet Lipcsében, kettőt Berlinben, akkor ezzel a három közvetlen jelölttel már bejutnak. Ha senkinek nincs rájuk szüksége, magukra kell még találniuk. Mi a helyzet a csúcsjelöltekkel? Mit gondol, jó döntés volt, hogy elment Laschet? Van egy személyes véleményem. Ez egy teoretikus dolog, hogy mi lett volna, ha... Különleges helyzet volt a CDU-n belül. Angela Merkel vitte a pártvezetői pozíciót, és egyértelmű volt, hogy egyszer majd kancellárként is abba hagyja a munkáját. Volt egy Annegret Kramp-Karrenbauer, aki a védelmi miniszter volt, aki sohasem tudta megerősíteni pártelnöki pozícióját. Nem volt sikeres. Elég hamar bejelentette, hogy szeretné ezt a pozíciót leadni. Pont akkor kezdődött a pandémia, tehát nem lehetett pártgyűlést szervezni. Nem lehetett a szavazást lefolytatni, és minden maradt. Nem volt igazi tekintélye. Három jelölt volt, Armin Laschet, Norbert Röntgen és Friedrich Merz. Mindig azzal viccelődtem, hogy nagyon színes választék. Három férfi Észak-Rajna Vesztfáliából. Háromféle irányzat volt. Friedrich Merz ugye hagyományos, konzervatív, Röntgen ugye külpolitikában jeleskedett, Armin Laschet pedig ugye a legnagyobb szövetségi tartomány minisztere. Annyian laknak ott, mint Hollandiában. Az egy nagyon fontos tartományi miniszteri pozíció. A probléma az, hogy mindhárman más irányzatot képeztek a párton belül. Armin Laschet a keresztény-szociális-liberális irányzatot képviselte. Konzervatívok már régóta azt mondták, hogy nem látják jónak a pártprogramot. Tehát a megosztottság a párton belül nem lett jobb. Aztán volt, hogy Markus Söder bejelentkezett kancellárelnöknek. A bajoroknak mindig nehéz helyzetük van. Legnagyobb feladat bajor miniszterelnöknek lenni és onnan vezetni. Tehát Armin Laschet nagyon akarta a pozíciót, és Markus Södernek nagyobb helyzete volt. Nem sikerült neki. Nem is örült annak, hogy nem sikerült felülkerekedni. Ezért is volt, hogy nem nagyon támogatta a kampányt. Rossz volt a helyzet. Aztán az is előfordult, hogy Armin Laschet tartományi miniszterelnök, de a többi területen nem nagyon népszerű.
keleten és északon is nagyon elutasított, tehát nagyon nehéz volt a kiinduló helyzet is. Volt egy közvéleménykutatás, hogy mi lett volna, ha Markus Söder lett volna a csúcsjelölt. Akkor 30%-ot értek volna el. Szerintem ez nagyon teoretikus. Nem lehet tudni, hogy mi lett volna, ha. Nagyon furcsa kampány volt, elég sárdobálós a közösségi médiában is. Ez mindenkire vonatkozik, de főleg Armin Laschetet dobálták sárra. A CDU kampány pedig nem indult be, csak néhány héttel a választások előtt állítottak fel kompetencia csapatot. Tehát addig mindig csak a jelöltre összpontosítottak. Voltak olyan helyi szövetségesek is, akik azt mondták, ők nem akarnak Armin Laschetes képeket kiragasztani, tehát nagyon extrém volt a helyzet. A kampány elején 30%-ról indultak, és látjuk, hogy mi lett a vége. Azt kell mondani, hogy teljes katasztrófa. Sokáig volt nagy koalíció. Két választási cikluson keresztül is. Normális esetben jó, hogyha van változatosság. Nem minden így alakult. Kormánypártként fél is a nagy reformoktól. Meg hát, hogy mennyire van készség, azt majd meglátjuk. Biztos, hogy időbe kerül majd, mire feláll a kormány. Mit gondol Olaf Scholz, hogy tudott ilyen eredményt elérni? Közkedvelt volt? Miért választották őt olyan sokan? Vannak vezetési stílusban Angela Merkelhez hasonlóságok? Vagy a személyisége? Egyszerűen annyi van, hogy ő kevesebbet hibázott. A közvéleménykutatás azt mutatta, hogy a zöldeknek és a CDU-nak is folyamatosan védekeznie kellett. Úgy tűnt, hogy Angela Merkel természetes utódjának gondolták. Menjen minden úgy, ahogy van, tovább. Benne volt ebben a kormány az elmúlt 8 évben. Mindenben nekik is van felelősségük. Mindenben, amiben döntés született, és amiben nem. Nem voltak ellenzékben. Scholz alkancellár volt, és pénzügyminiszter. A pénzügyminiszternek vétójoga van Németországban, és ezzel élni is lehet. Például abban, hogy a hadsereg miben vesz részt, drónokat szereze be. Az SPD ezt nem akarja. Aztán a végén mégis van egy megegyezés, hogy a hadseregnek szüksége van erre. De Scholz nem foglalkozott ezzel, nem dolgozták fel. Tehát voltak ilyen szabotázsok a kormányon belül is. Scholz körül úgy látjuk, hogy potenciális botrány is van. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Az egyik az a Comex botrány, a másik pedig a Wirecard. Ez egy nagy pénzügyi szolgáltató, ami csődbe ment. Az egyik legnagyobb cég. Egy óriási csőd. Gyakorlatilag egy szervezett adócsalásról van szó. Ez a hamburgi polgármesterség alatt, amikor egy nagy magánbank 50 millióval tartozott az államnak, és nem hajtották be rajtuk, és ebben ő is hibás. És hogy ezt miért nem tematizálták a kampány során? Ez két dolog, ami annyira komplikált, hogy akkor senki nem értette, hogy a Comex botrány pontosan miről is szól. Ez annyira komplikált volt. Azt mondták, hogy Laschet olyan furcsán nevetett. Scholz úr abból profitált, hogy az ő problémái annyira komplikáltak voltak az embereknek, hogy ők nem is értették. Sokszor olvastam a médiában, hogy a klímáról fog szólni ez a kampány. Ez a megállapítás igaz? Pont Németországra, tehát mennyire fontosak ezek a klímacélok? Valóban ez a jövő? Lehet, hogy ez egy kicsit túlzás is, nem annyira fontos, mint amennyire állítják? Természetesen a zöldeknek volt ez a témája. Ez egy mozgalom volt. Tüntetések és a médiában is felkapták ezt a témát. Tulajdonképpen az összes párt. Senki nem mondta azt, hogy nincs klímaváltozás. Különböző receptek vannak, hogy ki mit akar betiltani, hogy piacgazdaságilag mit lehet csinálni. Amit nagyon érdekesnek találok a klímavédelem tekintetében, és ez a különlegessége is a kampánynak, hogy Németország csak saját magára koncentrált, és nem tekintett Európára, a külpolitikára, a világra, egyáltalán nem foglalkozott a kampány során a külpolitikával. És azt mondom, hogy hát igen, mi nagy ipari nemzet vagyunk, a CO2 kibocsátás 2%-áért felelősek vagyunk. Beszélhetünk a spórolásról, és hát nem figyeltek a világra. Azt kellett volna mondani, el kellett volna gondolkodni azon, hogy hol kell visszavennünk a széndioxid kibocsátásból. Sebességkorlátozás kell az autópályán, az épületek, a házak energetikai korszerűsítése, na ez nem hangzik olyan jól. A sebességkorlátozás egy akut téma, de nem bántak vele őszintén. Még egy téma nem volt előtérben a kampány során a migrációs politika, amit ebben a kampányban nem igazán tematizáltak, mert hát ez is inkább külpolitika. Hogy miért nem játszott a kampány során szerepet?
Azért, mert jelenleg nincsenek nagy migrációs hullámok. 2015-höz képest ez változás. Lehetett volna arról beszélni, hogy most lényegesen több lesz az afganisztáni helyzet miatt, de ez nem történt meg. A jelenlegi nyomás a határokon az nem volt tapasztalható, és a pártoknak nem is volt érdeke, hogy tematizálják ezt. Senki nem látta igazán, hogy ezzel a témával nyerni lehet, ezért nem foglalkoztak ezzel. Mit gondol a CDU-nak, a politikában még van jövője, meg tud újulni? A zöldek annyira kedveltek már, hogy nem tudnak magukhoz térni a kereszténydemokraták és a néppárt. A kampány elején a zöldek nagyon népszerűek voltak. Ha kevesebb hibát követtek volna el, jobb eredményt értek volna el. Ez nagyon így tűnik. Azt mondja a média, hogy a zöldek most néppárt lesznek, egy részük, de nem erről van szó. Vannak mások, akik azt mondják, hogy a néppártok korszaka véget ért, egyre kevesebb a közös pont. Az igazi néppártok identitása lejárt. Ha a civil alapprogramot nézem meg, akkor három alap, amelyből áll. A keresztény, a szociálliberális és a konzervatív. Ebből áll össze. Nincs is erről szó, hogy ebben változás lenne. A probléma az, hogy ajánlatokat kell tenni a választópolgárnak. Hogyan képzelem a társadalmat, az együttélésünket? Ajánlatot kell tennem, és azt vagy elfogadja, vagy nem. Tehát ha én néppárt akarok lenni, akkor mindenkinek ajánlatot kell tennem. A gazdának, a vidéknek, a vállalkozóknak, a városnak, az ajánlatnak ott kell lennie. Mindhárom áramlatban jelen is kell lennie, de ez jelenleg nem történik meg. A pozíciónkat nem látjuk. Ami a 90-es években még újszerű volt, most már nagyon úgy tűnik, mintha a konzervatívnak minősülne. Voltak más döntések is, hogy a Merkel korszakot sokféleképpen fogják értékelni. Sok mindent jól csinált, és volt, ahol nagyokat hibázott. Voltak hibák, amelyeknek nagy hatása, komoly következménye volt a társadalomra, a gazdaságra nézve. Amelyek előtt nem voltak viták, mint például döntés volt, hogy kiszállunk az atomenergiából, de nem voltak előtte viták és egyeztetés. Aztán ugye az atomerőművet leállítottuk. Franciaországban és Angliában, ahol ezek működnek, kevesebb a széndioxid kibocsátás. Sok minden félrement. Mégis a néppárt működhet, működőképes. Az alapértékekre kellene koncentrálni, és hogy ezeket az áramlatokat hogy lehetne megint összhangba hozni. Vannak, akik azt mondanák, hogy sok választót veszítettünk el, akkor legyünk szociálisabbak. Aztán jönnek a gazdasági liberálisok, akik azt mondják, hogy több mint 50%-át a gazdasági szavazóknak elvesztettük. Elmentek az SPD-re szavazni. Koncentráljunk erre. Aztán sokan mondják azt, hogy az egész párt induljon el a mi irányunkba. És mindenkinek igaza van. És mindenki téved is. Hiszen a végén mindenkinek meg kell találnia magát. És ez a kihívás a pártok számára is. Hogy mindezt egy kalap alá hozza. Helmut Kohl ezt nagyon jól csinálta sok éven keresztül, pedig ő sem volt konzervatív igazából. Még egy kérdésem lenne a koalíciós kormányról. Melyiknek milyen előnye lenne Németország számára? Mi az ön véleménye? Az úgynevezett jelzőlámpa koalíció vagy a Jamaica koalíció lenne jó? A választások előtt azt mondtam volna, hogy a piros-piros-zöld lenne a legjobb eredmény, mert így lenne a legjobb ellenzékben lenni. Jamaica az ugye a zöldek és a liberálisok, a jelzőlámpa az ugye az SPD, a zöldek és a liberálisok. Van egy olyan baloldali pártérdek az SPD-nél, úgy gondolom, hogy sokkal baloldali koalíció valósulna meg. És akkor, hát milyen koalíció lesz? A liberálisok nem elég erősek, hogy ennek ellen tudjanak állni, ennek a baloldali hullámnak. A Jamaica sem lenne egyszerű, mert ott vannak a zöldek, zöld bázis. Ők eléggé balos nemzetet képviselnek, de azért sokszínűbbek is a zöldek, akik inkább középirányultak. Ami érdekes, korábban mindig klasszikus volt, zöld-piros vagy SPD. Ilyen blokkok voltak, és a Bundestagban is így volt. De most már nincsenek ezek a blokkok. Ha azt nézik, hogy milyen koalíció lenne a tartományokban, akkor mindig van olyan, hogy ugyanaz a koalíciós kormány lenne, amiben minden van, jelzőlámpa, Jamaica, zöld-piros, mindenféle kombináció. Nagyon sok minden működik is. Ez egy jó jel. Most a bal pártról nem akarok beszélni, kihagyom. De 4 vagy 5 párt, akik koalíció képesek, hogy valamit létrehozzanak.
Én azt gondolom, hogy a Jamaica koalíció lenne a legjobb Németország számára. Meglassítaná, ugyanakkor megújulást mutatna a CDU-ban. Magyarország számára melyik lenne a legjobb, meg tudná mondani? Potenciálisan a politikai problémák európaiak az EU vezetése és Magyarország vezetése között. Egészen biztosan egy balosabb eszmét fogunk látni. Sosem titkolták, hogy hogyan állnak az Orbán kormányhoz. Vannak olyan témák az Unió és az Orbán kormány között is, ahol ellentétek vannak. De még mindig ott van a jó tradíció, hogy amiben nem egyeznek meg, azt is megbeszélik zárt ajtók mögött, és megpróbálnak konstruktívan együttműködni. Azért ez a hagyomány megvan az Unióban. Az SPD kormány alatt is nagyon erős gazdasági érdekek lennének, ezek egyik napról a másikra nem fognak eltűnni. Tehát akármi is lesz, nagyon szoros az együttműködés. Azt, hogy károsuljon a viszony, az nem olyan könnyű, hogy megtörténjen. Utolsó kérdésem, a kancellárnak ön szerint milyen személyiségjegyekkel kell rendelkeznie, milyen vezetési stílus a legoptimálisabb, esetleg ezt le tudná írni? Ez érdekelne bennünket Magyarországon is. Most nem a személyhez fűződik, úgy gondolom, hogy a kancellárnak kellene lennie a pártelnöknek is. Minden más nem egy túl jó kombináció, mert szükség van a saját pártra, hogy legyen a háttérben, és a pártot is vinni kell magával. A német rendszerrel, amikor mindig koalíciós kormány van, a tartományok beleegyezése szükséges a törvényben. A német rendszerben, amikor mindig koalíciós kormány van, a tartományok beleegyezése is szükséges a törvényhez. Kell egy integratív vezetési stílus. A konfrontáció az nem vezet messzire. Ugyanez vonatkozik Németország szerepére Európában is. Ugye mi vagyunk a legnépesebb ország, és nemzetgazdaságilag is. Helmut Kohlra gondolok vissza, ő nagyon jól felismerte, hogy jó kis tagállamokat bevonni az Európai Unióba, és ez érdek is. Mindig gondoskodott arról, hogy megszerezze a többséget. Tehát az európai politika, Berlin, Párizs, Róma, vagy korábban London, ugye ők már nem, ezek a tengelyek nem elegendőek, szükség van a kiegyenlítésre. A kancellár nagyon hamar rájön, hogy mennyire korlátozott az ő hatalma. Fontos a meggyőző képesség. És ha ez valakinek megvan, akkor sok mindent el tud érni. Kedves nézőink, az elmúlt percekben a Matthias Corvinus Kollégium rendezvényére kalauzoltuk el önöket, ahol Márk Mihály Blóm, az intézmény egyik oktatója beszélt a választásokról, a német választásokról, annak eredményéről és a jövőről. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!